nagyon fontos ezt a zebra témát Székely képviselőnek. Van egy kezdeményezés, hogy a kijelölt gyalog átkelő helyeken történt számtalan gázolás kapcsolatban felmerülnek kérdések, és ezzel kapcsolatban egy javaslata, hogy hogyan lehetne ezeket megakadályozni, vagy legalábbis hát enyhíteni ezeket a szörnyű számokat. Igen, ugye ez most már egy több mint két éves történet. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, az én pártom ugye azért jött létre, hogy a szociális válságot felszámoljuk, de azért foglalkozunk más ügyekkel is, ilyen például a gyalogos átkelőjeken történő balesetek. Ugye naponta 3 baleset történik Magyarországon. Gázolásos baleset, zebrákon, így van. Utána néztünk ennek az ügynek, borzasztó régi a szabályozás, 84-es, 87-es. Azóta gyakorlatilag elhaladt fölöttünk a világ, itt sokkal gyorsabbak az autók, mobiltelefonok vannak, tehát az emberek figyelmetlenebbek lettek, fölgyorsult ez az egész. Ebből adódik ez a probléma. Ugye mi kigyűjtöttük, egy konzultációt kezdeményeztünk a szervezetünkön belül, hát az emberekkel, és ugye 5 pontra edukáltuk, hogy mit kellene csinálni. Zebra felfestés kellene, a zebrákhoz hangjelzés kellene, nagyobb fény, a bölcsik és az óvodáknál sebességkorlátozás, illetve hát ezeket a helyeket föl kellene vinni a VAZE szolgáltatásba, vagy a Google-be, ezeket meg lehet tenni. Főleg a veszélyesebb helyeket. Főleg a veszélyesebb helyeket, hogy figyelmeztessék az autósokat, akár a gyalogosokat. Városban, vagy nagyvárosokban, vagy vidéken van a nagyobb gond ezzel, ahol nem látszanak ezek. Elkészítettünk a zebraminimum.hu weboldalt, ahova föl fogjuk vinni, nem sokára föl fog kerülni az elmúlt év több mint 3000 balesete, de mi még ezt a munkát is elvégeztük. Az látszódik, hogy nyilván a nagyvárosok környékén sajnos több a baleset, de azért másút is, kis településeken is. De hogy ami a bosszantó és ami miatt dühös vagyok, ugye az, hogy egyébként ez a gazdasági bizottságban már többször, hát ha nem is ment át, de a fideszes kollégák is azt mondták, hogy igen, itt valamit tenni kell. És el is jutottunk még a minisztériumig is, anyagok is készültek, és ehhez képest tegnap, amikor már másodszorra került a gazdasági bizottság elé, hogy a parlament elé kerülhessen, hogyha a bizottság elmondja az áment, ehhez képest nap tartózkodtak, és megint visszautaltuk az egészet a közlekedési albizottságba, ami engem most már azért nagyon frusztrál, mert én azt gondolom, hogy mi ebben rengeteg munkát tettünk. Gyakorlatilag elvégeztük a államszervezet helyett a munkát, kidolgoztuk, hogy mit kellene csinálni, fölmértük, hogy hol vannak a problémás helyek, most már csak meg kéne valósítani, velük is beszéltünk, egyet is értettek, és ehhez képest. Hát nyilván történik ez az ügy, amit most nem tudok hova tenni, és én nagyon csalódott voltam. Ja, a szakmai véleményeket tőlük lehetne várni, mint a közlekedési bizottságtól, de hát a pénz meg a gazdasági bizottság kellene, hogy valamilyen módon majd megszavazza. Vagy hát igen, ha erre nem foglalkozunk, akkor mivel? Tehát még egyszer naponta 3 gázolásos baleset történik. Sokat lehetne még erről a témáról is beszélni, valóban legalább fontos, mint a vakcina, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltak és elmondták a véleményeket. Köszönjük szépen.